Tök jó, hogy ezt ide beraktad. Bocsánat, kérdeztem, hogy elpakoljam-e. Azt kérdezted, hogy kell-e. És mindig azt mondod, hogy rakjak mindent a helyére. Jó, masszorom, jó, hogy megy. Látjátok? Már megint bánt engem. Csúnya, gonosz medve. Nem is csúnya, nem is gonosz. Mentsetek meg. Hogy tudjátok ezt megtenni? Jelentkeztek önkéntes csapatunkba. Nem. Ezt kivágjuk. A Schmidt-Matusek kiserna megmentésére nyitott számlaszámunk a következő. Küldjétek adományatokat kiserna megmentésére. Elég, hogyha eljöttök hozzánk, és helyettem kameráztok. Helyette kameráztok. Kaptok érte húsit, krumplival, meg salátával. Csak ma, csak most, mert holnapra megeszem. Sziasztok, Peti vagyok, és az AVA Group Media csatornát nézitek, és a mai epizódban meg fogjuk javítani ezt az AEG szárítógépet. El fogom mondani, hogy mi a baja. Ékszíjat fogunk rajta cserélni. Nagyon sok hasznos információt mondok róla, és csavaronként végigmegyünk azon, hogy melyik csavart honnan kell kiszedni, meg visszarakni, ahhoz, hogy ezt az ékszíjat kicseréljétek, miután elszakadt. Ne is várjunk sokáig, vágjunk bele! Először is vegyük végig, hogy milyen szerszámokra van szükségetek az ékszíj cseréjéhez. Kell egy csavarhúzó vagy behajtó, egy Torx 20-as bittel. Javaslom, hogy ilyen hosszú bitet használjatok, mint ez, mert vannak olyan csavarok, vagy lehetnek olyan csavarok, amik olyan mélyen vannak, hogy a sima bittel nem biztos, hogy eléritek. Kell majd egy fogó, teljesen mindegy, hogy milyen fogó, egy rugót kell majd be segítségül a helyére rakni. Ajánlom, hogy legyen ilyen mágneses tálcátok, amiben a csavarokat összegyűjtitek, hogy ne szaladjanak szét. Érdemes az, hogyha a bithegyetek is mágneses. Valamint kelleni fog egy porszívó, mert ugye a gép eszméletlenül tele lesz szösszel, ugye jó pár év használata után, és ha már bent jártok, akkor ki is akarjátok porszívózni. Az első, hogy mi a szimptoma, miért tudjuk, hogy egy ékszíj szakadt el. Egyrészt, ha bedugom a készüléket, és elindítom, már be volt kapcsolva, akkor látjátok, hogy nem láttok semmit, mert nem forog. Hangja van, de forogni nem forog a dob. Illetve ezt az állapotot megelőzte az, hogy az utolsó szárításnál erősen csapkodott, klaffogott, ugye az elszakadt ékszíjnak a szálai verdesték a gép belsejének az oldalát, és hát erős volt a gyanúper, hogy az ékszíj szakadt el. Az ékszíjt, mikor megrendelitek, ja hát igen, AEG gépet ne vásároljatok, a legrosszabb tapasztalatunk van az AEG szervízzel. Négyszer voltak kint, négy kijövetelhez három különböző indiait küldtek, mind a három, pontosabban egyik se tudta igazából a dolgát a három alkalomból, és még ki is akarták számlázni a fölösleges utakat. Mert ebben már egyszer lett egy motor cserélve, valami bődület 300 vagy 400 eurót akartak érte kapni. Ez az ékszíj 8 eurótól kapható az interneten, ez most egy 15 eurós égszi, tehát a Jobbik márkát, bocsánat, tehát a Jobbik égszit rendeltem meg hozzá. Hogy rendeljétek meg a megfelelő égszíjat, az égszíjra rá van nyomtatva, így mutatom, az égszíj száma, itt olvasható az a szám, hogy 7PH1971, látjátok? Ezt kell beadni az interneten,
8 eurótól kaptok hozzá ékszíjat, megjön pár nap alatt, és utána saját magatok ki tudjátok ezt cserélni, mindjárt megmutatom, hogy vagy. Az első lépés az, hogy kivesszük a víz tartályt, tehát ezt a kondenzvíz tartályt, hogyha a ti gépetek olyan, amit nem a hátul lévő kis csövön egyből leeresztetek, akkor vigyázzatok rá, hogy ebbe lehet víz. Az első lépés, hogy leszeditek a gépnek a tetejét, ehhez itt van egy csavar, és itt hátul, és itt hátul van itt egy csavar, itt van egy csavar, és itt van egy csavar. Tehát három csavarral leszedjük a gép tetejét. Ha a csavarokat kiszedtük, akkor egy határozott mozdulattal meghúzzuk hátrafele a gépnek a tetejét. A következő lépés az, hogy eltámolítjuk a gépnek a két oldalát. Ehhez valamivel több csavart kell kitekerni, méghozzá itt fönt van kettő darab csavar. Egy, kettő, illetve ezen az oldalon ugyanott van két csavar, és a gép hátulján itt a gép hátulján van ebbe a sorba négy csavar, illetve itt a másik élén a legkülső négy csavart kell eltávolítani. Ha a csavarokat kiszedtétek, akkor a gépek oldalait egyszerűen csak fölfele meg kell emelni, és le tudjátok emelni a gépről. Akkor ejtsünk meg egy kis tárlatvezetés, hogy mégis mi van a gépnek a belsejébe, illetve mivel fogjátok magatokat konfrontálni. Mint ahogy mondtam, az elszakadt ékszíj az valahol itt bent fog fityegni, ugye ez a gépnek a dobja, illetve itt lent ez a gépnek a motorja, ez a tengely hajtja meg az ékszíjat, és ez egy vezető görgő. Például erről a vezető görgőnek a végéről egy gyűrűt az AEG-s technikusok már elvesztettek, illetve ez a rugó valahol itt alul fog heverni a gépbe, vagy már ki is esett, mikor szétszeditek. Ez a rugó feszíti az ékszíjat, hogyha készen vagytok. Ahhoz, hogy az új szíjat ráfűzétek a gépnek a dobjára, ugye, ami a legnagyobb aggodalmat okozza az akcióban, ahhoz le kell oldani a gépnek a hátlapjának a tetejét, hogy azt egy kicsit el tudjátok hozni a dobtól. Ahhoz meg kell lazítani ezt a két csavart, ezt a csavart, ezt a kettőt, illetve itt van még egy csavar. Ezeket a csavarokat, ezt nem kell meglazítani, de ezeket a csavarokat mind ki kell csavarni, és akkor a gépnek a hátoldalát egy picit hátrafele el tudjátok húzni a dobtól. Nem fog szétesni. Inkább így. Ami nagyon jó, az amúgy elég szar AEG gépben, hogy minden csavar ugyanolyan, tehát te nem kell ügyelni arra, hogy melyik csavart hova tetted. Ha kiszedtétek a csavarokat, akkor látszik, hogy a gépnek a hátfala ennyire mozog. Ez nekünk már tökéletesen elég,
Igazából enélkül is meg lehetne csinálni az akciót, de félő, hogy itt belül van egy tömítés, és azt túlerőltetitek, jobb így, hogyha ezt a pár csavart kilazítjátok. Ja, azt nem mondtam, hogy menet közben kiporszívozzátok a gépet annyira jól, amennyire csak tudjátok, tele lesz mindenféle szösszel. Most jön a akció oroszlán része, méghozzá a szíjat ráfűzzük a dobra. Ezt nem csináljuk másképp, mint sem fogjuk, elhozzuk a hátfalat, betesszük a szíjat ide, és óvatosan, majd látni fogjátok, két oldalról végigjátsszuk a dob peremén. Mindjárt mutatom. Ha itt lent megjöttök, akkor láthatjátok, hogy a dob ezeken a kerekeken ül fönt. Egyszerűen a dob forgatásával átsegítitek a szíjat ezen a kereken így. Senki sem mondta, hogy egyszerű lesz. Hogy, mint láthatjátok, a szíj szépen körbefut a dob körül, most már csak föl kell fűzni a motor tengelyére. Tehát ez a tengely hajtja majd meg az X-szíjunkat, és azon a feszítő tengelyen kell átvetni a szíjat. Mindjárt mutatom, hogy hogy. Tehát így van helyesen a helyén a szíj, és most már csak meg kell feszíteni a motort. Ehhez a feszítéshez a rugót beakasztjuk ebbe a fülbe, és itt alul ebbe a lukba kell beleakasztani a rugó másik végét a fogóval. És már csak bedobjuk a gépet és teszteljük, mielőtt összecsavaroznánk mindent. A szíj lehetne egy kicsit közepebben a tengelyen, hogy egy picit előrébb fogom tolni. És most tökéletes. Dob forog, készen vagyunk, már csak össze kell szerelni a gépet. Nem megyek megint végig minden egyes csavaron, ezt gyorsított felvételben mutatom nektek. Nagyon fontos, hogyha nem kézi csavarhúzót használtok, hanem egy ilyen behajtót, akkor az első csavarnál állítsátok a racsnit a legkönnyebb pozícióba, és ahogy csavarjátok be az első csavart, mindig állítsatok egy picit nagyobb nyomatékra, míg nem azt látjátok, hogy a csavar már teljesen behúzódott, de ugye nem akarjuk, hogy megforogjon a lemezbe, mert ez a remez csavar nagyon hamar tönkreteszi a remezt mögötte, és akkor kuka az egész. Jó, úgyhogy most gyorsított felvételbe összeszereljük a gépet.
rajtam az oda. És ezzel kész a készülék szerelése, láthatjátok, hogy forog a dob, úgyhogy ha tetszett a videó, nyomjatok egy like gombot, ha nem tetszett, nyomjatok egy dislike gombot, újabban a YouTube miatt ezt úgyse látjuk. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha eddig nem tettétek volna meg, olyan 97%-a a nézőknek nem feliratkozott, és figyeljetek vissza legközelebb is, amikor valami új érdekes videóval állok elő. Sziasztok! Bocsi a technikai hibákért, és én most rohanok mosni, végre tudok szállítani.